Isten tiszteleti rendszerint zajlik. Kérem, hogy beszélgetéssel, telefonálással ne zavarják azt. Köszönöm. Áldás békesség! Ünnepi együttlétünk kezdetén a 165. dicséret első versét énekeljük. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádjuk. Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, ünneplő gyülekezet, Isten igéjét Mózes 5. könyve 8. részének 2. verséből, a 78. Zsoltár 7. verséből, és a Krónikák 1. könyve 16. részének 12. verséből olvasom eképpen. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák, emlékezzetek csodatételeire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, azt gondolom, hogy nagyon jelentős ez a mai nap és ez a mai délután. Jelentős azért, mert három dologra is odafigyelünk. Odafigyelünk és hálát adunk és emlékezünk azért a megtett útért, azért a 10 esztendőért, amelyben velünk volt és amelyben megsegített bennünket az Úr. Emlékezünk névadónkra, aki azt gondolom, hogy az ő életében ugyanezt megélte és megtapasztalta. Tudjuk, nem volt könnyű élete, de minden időben ott volt az ő életében a hűség, a kitartás, mégpedig tudta azt, hogy az erőt mindig az élő Isten közeléből kérheti és merítheti a mindennapokkal. És azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, hogy figyelmünket most az első osztályosokra fogjuk fordítani. Azokra az első osztályosokra, akik számára én azt gondolom, hogy emlékezetes lesz, és fontos lesz ez a mai nap. És arra kérlek titeket, kedves szülők, akik itt vagytok, és a mai napon figyeltek, és én hiszem, hogy gyönyörködtök és büszkék lesztek ezekre a kis elsősökre, hogy ez a nap, ez kísérje végig azt a 8 esztendőt, amelyet a gyermekek itt töltenek. Mózes 5. könyvében halljuk a felszólítást. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Miért? Mert Isten azt mondta az ő népének ott, Mózes vezetésével, és azt mondja a mi számunkra is, hogy igen, olyan sokszor meg kell állni egy kicsit és emlékezni. Emlékezni az útra, amelyen haladunk, emlékezni az útra, amelyet megtettünk, és ebben nekünk tudjuk, hogy az Isten igéje a példa, ebben Isten igéje az útmutatás. És hogy miért? Mert az élő Isten felszólít minket erre. Isten azt mondja, hogy emlékezzünk. Sőt, néha megparancsolja az ő népének, hogy emlékezzetek. És abban is kapjuk a tanítást, és abban is kapjuk tőle az útmutatást, hogy hogyan,
és miképpen kell emlékeznünk. Nem úgy, hogy büszkén kihúzzuk magunkat, nem úgy, hogy döngetjük a mellünket, pedig azt gondolom, hogy volna miért. Volna miért azért, mert 10 esztendővel ezelőtt, amikor az a 71 néhány diák beértek az épületbe, akkor ha őszinték vagyunk, talán rácsodálkoztunk, hogy hát ez az élő Isten csodája. Hát nem egy iskolába, nem egy ilyen iskolába jöttek. Nem egy jól felszerelt iskolába jöttek, sőt a tanítmitő előtt néhány órával még sokan hordták, rakták a padokat, hogy a 70 diák le tudjon ülni. És azt gondolom, ha most szép nézünk ebben a közösségben, akkor azt mondhatjuk, hogy igen. Hálát kell tudni adni az Istennek. Emlékezni, de úgy, hogy ott van a szívünkben az alázat. Ott van a szívünkben a hálaadás, hogy nem mi váltottuk meg a világot, hanem engedtük, hogy Isten felhasználjon bennünket. Engedtük, hogy azokban az apró láncszemekben, akár pedagógusként, akár szülőként, vagy jóakaróként részt vehessen. És Isten felébresztett valamit a mi szívünkben, és ezért kell tudnunk megállni, ezért kell tudni hálát adni, és azért kell tudni valahol megfogalmazzuk a mai napon, hogy igen, köszönjük Urunk Istenünk, hogy nagy volt a tekintsége. Nagy volt, és ma is nagy ősége. És azt gondolom, hogy igenis ezért kell, és ezért szükséges emlékezni. Felidézni a közösen átélt élményeket, felidézni azt az utat, amelyet megtettünk. Miért? Azért, mert ezen az úton olyan sok hibás telnek. Ezen az úton hány és hány diákunk tudjuk, hogy már lassan beéri, és hány diák életében, igen, ott kell, hogy legyen az ember, ott kell, hogy legyen a tanár, a tanító, és ott kell, hogy legyen az édesanyja és az édesapa. És mindent meg kell tenni azért, hogy igen, ezek az életek, akik rejánk bizottak, ezek az életek tudjanak gyümölcsöt teremni. És tudjuk, ez nem könnyű feladat. Ehhez öntözni kell, ehhez néha elő kell venni jelképesen a metszőorrót, formálni és alapítani. És megint nem úgy, hogy csak a saját magunk bölcsessége által. Természetesen fontos, hogy amit megkíván az iskola, azt megkapják, de emellett fontos, hogy az az értékrend, amelyet Isten ad, amelyet Isten mutat a mi számunkra, az mindig megmaradjon és az mindig értékeljen. Mert fel tudnánk sorolni hosszan, hogy mennyi ajándékot, mennyi próbatételt kaptunk, mennyi mindent véghez vitt az Isten ennek a közösségnek az életében. És kedves elsős diákok, azt gondolom, hogy most, elsősorban ma rátok is figyelünk. Rátok figyelünk, mégpedig azért, mert jó reménységgel vagyunk afelől, hogy amiről eddig beszéltem, az a gyümölcstermés, az ott lesz a ti életetekben. Egészen biztos, hogy már tudjátok, vagy tanuljátok, hogy hogyan kell helyesen fogni a ceruzát. Egészen biztos, hogy tudjátok már, hogy mi a különbség az álló vagy éppen a vízszintes vonal között, és az még igazából csak a kezdet. Annyi mindent meg fogtok tanulni. Annyi minden értéket azt gondolom, hogy fogtok kapni, és ma valahol fogtok kapni egy ajándékot, amit azt gondolom, hogy büszkén fogtok még viselni. Fogtok kapni egy köpenyt, ami abban erősít benneteket, hogy még inkább és még szorosabban belekapcsolódhatok az iskolai közösség életébe, a nagy család életébe. És ezt soha ne felejtsétek el. Soha ne felejtsétek el azt, hogy igenis, én azt gondolom, hogy valahol érték, és valahol kiváltság lehet az, hogy valaki a Tompa iskola diákja. Mert tanulni máshol is lehet. A szorzótáblát, az olvasást és annyi mindent más iskolában is el lehet sajátítani, de én bízom abban, hogy itt érzitek majd ti is, és bízom abban, hogy érzik a szülők is, hogy mást is kínálhatunk. Azt az értéket, amellyel az Úristen ruház fel bennünket.
és Mózes is a választott nép életében erre mutatott rá. Hát azt gondolom, hogy sokszor talán beleesünk abba a hibába, hogy igen, ami az értékünk, és ami a kiváltságunk, azt olyan sokszor természetesnek veszünk. És ezek a dolgok, ezek sohasem természetesek. Az, hogy az Isten dolgait tanítjuk, az, hogy az Isten dolgairól szólunk, és az Isten dolgaira felhívjuk a figyelmet, az sohasem lehet természetes, hanem az mindig egy érték. És ezt az értéket mi próbáljuk felmutatni, ezt az értéket próbáljuk átadni az Isten segítségével, de ez csak akkor lehetséges, hogyha ebben a munkában ott vagyok kedves szülők. Hogyan? Azzal a példamutatással és azzal az értékkel, amelyre majd felfigyelnek a gyermekeitek. Mert hiszem, hogy természetes dolog, hogy akkor, amikor megtörténik az első eset befogadása, akkor minden szülő itt van, akkor minden szülő büszke, és örül, hogy ebben a közösségbe járhat a gyermeke. De higgyétek el, hogy 4-5 év múlva, amikor ezek a gyermekek kiállnak, és amikor a nemzeti ünnepen, vagy bármilyen rendezvényen megmutatják a tehetségüket, amikor elmondanak egy verset, akkor az ő életükben ez ugyanilyen fontos. Hogy lássák és érezzék, akár kiskamaszként is, hogy igen. A szüleink nem elengedték a kezünket, noha a világ, azt gondolom, ezt hozza elénk, és ez diktálja, hogy a gyermeket megnőtt, most már nyugodtan elengedheted egyedül, most már nem kell, hogy fogd a kezét, de én azt gondolom, hogy ekkor kell igazán fogni a kezét. Hogy a gyerekek érezzék, hogy igen, az az áldás és az a szeretet, és az az érték, amelyet próbálunk felmutatni, amelyet próbálunk átadni, az ugyanolyan áldás és ugyanolyan érték az ő életükben, és az ő mindennapjaikban. És azért nagyon fontos, hogy akkor, amikor emlékezünk, akkor az emlékekből tudjunk előre tekinteni. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy ha az emlékezésben ott van a hálaadás, akkor az kifényesedik az Isten dicsőítéséről. És igen, nekünk ezen a mai napon is, amikor emlékezünk, és amikor rátok figyelünk és ünnepünk, akkor az Istennek kell hálát adni. Akkor az Istent kell dicsőítenünk, és azt gondolom, ő kerül az őt dicsőítő ember közösségébe. Ebben lehet mi erőnk, és azt gondolom, ebben lehet életünk minden napján. Együtt vagyunk, emlékezünk, és hálát adunk. És miközben a múlt ajándékait számba veszünk, aközben azt gondolom, hogy erősödik a mi közösségünk. Mert közösségbe kerülhetünk az ajándékozóval, aki egészen rejünk bízna a jövendőt. És a mai napon így tudjunk hálát adni, így tudjunk köszönetet mondani az Istennek. Köszönetet mondani a megtett útért, amelyben elmondhatjuk, hogy mindennyi megsegített bennünket az Úr. És ahogy a Zsoltáros fogalmazta a 78. Zsoltárban, a köszönetmondás után folytatni a megtett utat. Miért? Azért, hogy ezek a kis elsősök, a későbbiekben, ahogy az értelmük engedi, Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek az Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. És így egészen biztos, hogy az ő életükben is ott lesz majd később a Krónikák könyvének az az ige verse, amely ebben az esztendőben talán még sokszor fel fog csendülni, a mi emlékezéseinkben az év folyamán. Tudjunk közösen emlékezni a csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Azért, mert ezeknek részesei lehetünk, és ezen áldásokkal ő erősíti és gazdagítja az egyének, a családok és ennek az iskolai közösségnek az életét és a mindennapjait. Mondjuk el az Úrtól tanult imánkat, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a számunkra,
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tétedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Mindannyiunk nevében megköszönöm nagy tiszteletünk Korobán Gábor iskola lelkészi igei szolgálatát. Kedves szülők, kedves kollégák, tanítványaim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Tompa Mihály születésnapja alkalmával rendezett hagyományos ünnepségünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, iskolán igazgatóját, Csernobuszki Ferenc urat. Közigazgatói önkormányzat képviselőjét, Pásztor László urat. Felsőbarcikai református egyházközség gondnokát, Demjén Tibor urat. A szülői munkaközösség elnökét, dr. Sivágné Bánca Alexandrát. Óvodák vezetőit, akik ezeket a csöpségeket ide vezetelték hozzánk. Diptárnyi Gergely Valériát, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Intézmény vezetőjét. Nagyné kapitány Tündét, az Eszter Ránc Óvoda tagintézményét. Szeretettel köszöntöm a Csomasztó Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola tagjait. A mai nap kettős ünnep számunkra. Iskolánk 10 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a keresztény értékrendet fontosnak tartó szülők és gyermekek számára. Akkor 4 alsós osztály kezdhette meg tanulmányait. Ma már 16 tanulócsoporttal működhetünk. Minden kerek évforduló megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel. Így történik ez iskolánk életében is. A 2021-2022-es tanév eseménytervét a 10 éves évforduló jegyében készítettük el. Mottom 10 év, 10 alkalom. Megszokott eseményeink közül 10-et az évfordulóhoz kapcsolódó tartalommal töltöttünk meg. Néhányat szeretnék megemlíteni a teljesség igénye nélkül. Terveink között szerepel Tompa Mihály emléktúra, rajz- és fotókiállítás, versíró pályázat, versenyek, vetélkedő, zenés irodalmi délután és az iskola udvar közös szépítése. Ezen alkalmakra szeretettel várjuk tanítványainkat és a kedves szülőket is. A mai nap egyben a 10 éves évfordulónk megnyitója, melyen elindítjuk ezt az ünnepség sorozatunkat. Alkalmainkat tavasszal a Tompa Gálán szeretnénk egy nagyszabású rendezvénnyel zárni. Mindehhez hitet, erőt és kitartást ad számunkra Isten segítő jelenléte. Legyen áldás rajtunk és egész éves munkánkban. Iskolánkban hagyományosan minden évben megemlékezünk névadónk Tompa Mihály születésének évfordulójáról. Emléknapunkra a 8-os diákok készültek ünnepi műsorral. Kérem, hallgassák őket figyelemmel. Thank you.
atya és lelkipásztor, a Reformkarim Magyarország népi nemzeti irodalmi irányzatának egyik megjelentősebb képviselője volt, pedig olyan kortársak mellett, mint Petőfi Sándor vagy Arany János, nagyon nehéz volt kiemelkedni, figyelemre méltót alkotni. Tompa Mihálynak ez mégis sikerült. Néhány szép verse, melyben megmutatja a költő küzdelmét a nemzetért, szabadságért és az igazmondás jogáért, jelentőssé vált az utókor számára. Tűnődve nézek a tájon végig, távol halmak s hegyek láncolatja képlik, s innen rajta, zölden, a szép sajó vágya nyájas nyílt arcával tárul ki előttem. Akár csak Petőfi vagy Arany, ő is a társadalom mély rétegeiből emelkedett fel, csak útja szomorúbb, nyomasztóbb volt, mint társai. Elszegényedett nemesi családból származott. 1817. szeptember 28-án született Rimaszombaton. Édesanyját hamar elveszítette, apja nem tudta nevelését biztosítani, így nagyszüleihez került Igricibe. Itt töltötte gyermekkorát. Itt járta az elemi iskolát, s tanítója felismerte benne a tehetséget, és a község földes urainak pártfogásába ajánlotta. Az ő segítségükkel Tompa 1832 őszén a Sárospataki Református Kollégiumba kerülhetett, ahol mint szolgadiák tanult. Tanulóidéje nagy nélkülözések közt folyt, de mindig jeles eredménnyel. A bölcsészeti tanfolyam után elvégezte a jogi és a teológiai tanfolyamot is, hogy akár világi, akár egyházi pályára mehessen. Költői tehetséggel és képzelettel megáldott Tompa munkája csak hamar megszólalt, lírai költeményeket, románcokat írt. Első költeménye a Mohos Váromhadékon című románc 1841-ben jelent meg. Verseit a szerkesztők szívesen látták, s ő egyik tagja lett a Tízek Társaságának. Petőfi hatására fokozott érdeklődéssel fordult a népköltészet felé. 1847 késő tavaszáig maradt a fővárosban. Még 1846-ban megírta, és az év végén beküldte Szuhai Mátyás című költői elbeszélését a Kisfaludi Társaság emlékezetes pályázatára. Beszomorú idő fordult a magyarra, egyik fél erre húz, a másik meg arra. Nem érti meg egymást, nem érti meg sehogy, s a húzalkodásban erejéből kifogy. Törökkel, tatárral eleget küzdködtünk, de ha egyetértés lakozott közöttünk, csak megvoltunk lassan. Most egy idő óta a csókának szemét válja ki a csóka. Teremtő szent atyám, fordíts dolgunk jóra, ne hagyd, hogy eljöjjön a sírálmas óra, midőn a vérrel nyert, magyar szabadság. Idegen kapával mélységes sírtásra. 1847 tavaszán a Gömör vármegyei Bejeközség református gyülekezete meghívta lelki pásztorálom, ő elfogadta a meghívást, és ezzel megtalálta azt a pályát, amelyen holtáig megmaradt. 1849-től Kelleméren, majd 1852-től Hamban szolgált. Hívei, valamint a vidék előkelő családjai megbecsülték a derék lelkészt és neves költőt, aki szerette hivatását, és boldog lett volna vele, ha testi szenvedései, az ország válsága és szerencsétlensége bánatba nem döntötték volna. 1848-ban betegeskedése és szembaja miatt orvosi tanácsra külföldre ment üdülni. Mire hazatért, már kitört a szabadságharc, s ő a gömöri önkéntesekkel szintén a háborúba sietett, és ott működött, mint tábori lelkész. A szabadságharc bukása miatt érzett országos gyász milyen megrendítette a melankóliára hajlamos költőt, aki jobban tudott hangot adni a bánatnak, a sajgó fájdalomnak, mint a harci mámornak. Az önkényuralom idejében meghurcoltatások, zaklatások sorozatát kellett elszenvednie. A Góljához című verse miatt
1853-ban le is tartóztatták. Megelhűlt a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltheds pelyhes magzatod. Csak vissza-vissza, meg ne csaljanak, család napsugár és síró patak. Csak vissza-vissza, itt nincs kikelet, az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj mezőn, temető van ott, ne menj a tóba, vértől áradott. Toronytetőkön nézvén nyughelyet, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol, de melyiken tudsz fészket rakni, hogy kétségbe es, és ne hallanál alól, s nem félhetnél az ég villámitól. Csak vissza-vissza, délszigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott a végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol, a bujdosókkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. Ekkor az önkényuralom éveiben bontakozott ki patrióta költészete a maga erejében és hatásában. Ekkor írta a hazafias allegóriáit, amelyekben a képekben gondolkozó, szimbolizáló, szemléletes módja szerint szólt a nemzethez, kifejezve gyászát, erőt, bizalmat, reményt csepegtetve lelkébe. Száraz ágon, hallgató ajánka, meddig ültök csüggent madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jö a víg ének, s régi kedvetek. Legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely nevelte könnyű szárnyatok, megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek, itt hagynátok idegen cserélve, fiaim, csak énekeljetek. Viszonylag későn, túl 32. évén alapított családot. 1849-ben vette nőül Soldos Emíliát, egy nemesi ház leányát, akivel holtáig a legpéldásabb szeretetben élt. Azt hitte, hogy következik a boldogság, de csak újabb keservek következtek. Kisgyermeke meghalt, feleségéről kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg, aki férje ápolására szorul, őt magát kedélybetegség lepte meg, rettegett a megvakulástól. Mindezek hatására papi teendőit is búskomoran végezte. Szent természet, tajkálódó anyám, szeretlek én kimondhatatlanul. Gyönyör, s megnyugvas lelke száll rám, lombod, virágot, ha sarjad, ha húj. Tanulni menvét hozzád megjövök, édes kincsekkel, mint fürgemény. Megkönnyebbül a karjait közt, a szívem bú, szemem könny terheli. Hamar megöregedett, 50 éves sem volt, amikor már aggasztjának érezte magát. Hiába volt ünnepelt költő, a dicsőség alig adott kárpótlás megbánatlásaira és közgondjaira. A kiegyezés 50 éves korában már a haldoklás határán érte. 1868. július 30-án hunyt el Hamban. Szeretlek szép virágok titeket! Színben, illatban gazdag értetek. Tartsa meg frissen, ifjan lelkemet, míg láthatlak, míg köztetek leszek. Jertek, lakjatok aztán síromon, vegyétek vissza hőt szívem felett, mit annak ti adátok egykoron, az ifjúságot, színt és életet. A 8. évfolyamos megemlékező műsorát, Lukács Éva tanárnőnek felkészítő munkáját,
és a két osztályfőnöknek, Lukácsné Bogár Mónikának és Kocsi Józsefnek a segítségét. Most pedig a kisdiákok presbitériuma nevében Negyeriné Kovács Zsuzsanna, Kis Boglárka és Póris Anna elhelyezik az emlékezés koszorúját a Tompa emlékfalon. Kérem, hogy ezen alkalomra álljanak fel. Minket, és mi büszkén viseljük a köpenyünket.
Mosolyogva rád nevet, tudod-e, hogy ez csendesen Istentől üzenet? Istentől üzenet! Ha kis madár az ágakon, csicseregejt ad neked, örömmel zengi a dalom, Istentől üzenet, Istentől üzenet! A hajnal bíró alkonya, hullám egy tó felett, ember óvással éld meg, ez Istentől üzenet, Istentől üzenet! A kis világ a szélvihar, üzennek szüntelen, mondhatom, hogy jót akar, köszönöm Istenem! Köszönöm Istenem! Szeretném, ha nagyfa lennék a kertetben, Istenem, ágaimmal betakarnám, aki fáradt, végtelen, világítani szeretnék a sötétös fényeket, aki eltévedt veszélytől talán megismerhetem. Ha neked szolgálok, Uram, célomat elérhetem, másokat boldoggá tenni, segíts engem, Istenem. Összeteszem két kis kezem, bajó Isten, arra kérem, legyen mindig én mellettem, áldja meg az életemet. Vigyázz rám, kérlek, állj meg engemet, hadd legyek jó
Thank you.
megolvasni, kicsi és nagy számokat szépen összeadni. Tanulok a szülőktől szót fogadni szépen, rendet rakni, testvéreimmel élni békességben. Tanulok már Jézustól itten imádkozni, Istennek, embernek örömöt okozni. Szeretnek szüleim, fáradoztak értem, megadnak minden, még ha nem is kérem. Szeret iskolában jó tanító néni, szépre jól a tanít, és mindenki megérti. Szeretnek jobban, mégis az Úr Jézus szeret, ki véres keresztvánt helyettem szenvedett. Úr Jézus, még kicsi vagyok, nem olyan erős, mint a nagyok. Fogd meg az én kis kezemet, és naponként vezess engemet. Jöjj és segíts a munkába, kísérj el az iskolába, mindig jó lesz feleletem, ha te is ott állsz mellettem. Ételemnél légy vendégem, sokkal jobban ízlik nékem. Sok hiányt és gondot szüntet, ha megáldod kenyerünket. Ha odakint úgy eljátszom, hogy órákig, amíg látszom, irányítsa a jó kedvemet, rosszban megtörjem fejemet. Ha Jézus szeret engem, éjjel-nappal vigyázz rám, szemem hajban is röltem, mint esőben szivárvám. Nem félek, hát boldog vagyok, Jézus, én is szeretem,
Kedves kis elsősök, fogadjátok szeretettel a kisdiákok prezbitériumát és az iskolájának titkait, amit megtaláltok egy adatására, amit a mondhatósok általában. Közösen énekeljük el a 225. dicséretünket. Thank you.
elsősöket kérném, hogy maradjanak a helyükön, mert ők képezkedni fognak, a nagyoknak pedig szeretném a szépen elmenni.